Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Elég sokat mondó ez a leköszönő kép, úgyhogy következtethettek arra, hogy mi fog történni a mai videóban, ahogy a címben is láthatjátok. Ezt a motort fogjuk most apró darabjaira szedni, vagyis hát legalábbis addig eljutni vele, ameddig úgy gondolom, hogy érdemes, ugyanis majd elmondom, hogy mit fogunk vele csinálni, és akkor megértitek, hogy miért mondom lehetséges, hogy nem fogjuk 100%-osan apró darabjaira szétszedni, hanem lehet, hogy egy bizonyos szinten meg fogunk állni, de ez majd még az elkövetkezendő pár percnek, nekem pedig pár órának a zenéje. Hogy tudjátok, hogy miről van szó, ez egy Nissan V6-os 3000-es twin turbós motor, ami VG30DLTT motorkódra hallgat, és egy Nissan Z32-es 300ZX-nek volt az erőforrása. Ez Dávid, akinek a korábban a kocsiját már láthattátok itt a csatornán, régen egy 370Z-t szereltem neki, ő most egy újabb projektautót vásárolt, egy osztrák automataváltós kocsit, ami alapvetően egyébként nagyon-nagyon jó állapotban van, csak motorikus problémái voltak, és már ők nem akartak vele foglalkozni, úgyhogy ezért eladták. Ide került hozzám az autó, átnéztük egyébként, tényleg tök jó állapotban van, a karosszéria, a futamű, a felfüggesztő, szóval minden tök patika, csak ilyen hülyén ilyen 5 hengerezett, meg 4,5 hengerezett a kocsi, megnéztük a kábeleket, megnéztük a jeladókat, megnéztük a gyertyákat, trafókat, bekecskendezőket, és az volt az érdekes, hogy minden ilyen tök jónak tűnt, úgyhogy mértünk rajta egy kompressziót, és hát elég rapszódikus a kompresszió arány itt a hengerek tekintetében, ugyanis valamelyikben 3 bar volt, valamelyikben 4, valamelyikben 10, valamelyikben 6, szóval ilyen mind a 6 hengerben különböző volt a kompresszió. Úgyhogy összeraktuk a képet, egyébként ők mondták, hogy úgy gondolják, hogy szerintük hengerfés, de nem biztos, meg ilyenek, szóval hogy így mi összeraktuk a képet, hogy itt valószínűleg ők ezt már elvégezték ezeket a méréseket, és akkor ebből következtetnek arra, hogy hengerfejes, hogy ugye kompressziójányos a motor, de mivel így is úgy is ezt bent a helyén amúgy nem nagyon lehet szerelni, mert egy nagyon-nagyon brutálisan zsúfolt motortérben van benne ez a motor, meg így is úgy is meg akartuk normálisan csinálni, hogy tuti fixen jó legyen, akár egy későbbi tovább gondolás. Dávidnak, ha kitalálja, hogy rá akar tenni két ekkora turbót, és akar 600 lóvas setupot, meg majd manuálosítani akarja, meg ilyenek, szóval hogy azért vannak tervek majd a jövőben vele, viszont ehhez elengedhetetlen, hogy stabil, egészséges motorunk legyen az autóban, úgyhogy megbeszéltük, hogy most fogjuk, kivesszük a motort és szétaprítjuk, megnézzük, hogy mit látunk a belsejébe. Hogyha lent vannak a hengerfejek, ugye annak majd a szemrevételezésével és későbbi mindenféle vizsgálatával azt gondoljuk, hogy elég lesz majd a hengerfejeknek a felújítása, mert az alja olyan állapotban van, hogy esetleg nem kell új alját csinálni neki. Ez már volt egyébként csinálva ez a motor, azért mondom, hogy nem tudom, hogy még hogy mi lesz, mert ha majd kimérjük a hengereket, azt látjuk, hogy már túl vannak furva, vagy esetleg nem gyári cuccok vannak benne, vagy bármi, akkor nyilván megváltozik majd a gyerek fekvése, de ezt majd akkor fogjuk tudni csak megmondani, ha már szét van kapva a motor. Úgyhogy ez lesz a mai videónknak a témája, hogy szépen, aprólékosan darabokra szedjük ezt a nagy dögöt. Egyébként ez egy baromi nagy motor így, és nekem egy pár óra, nektek egy pár perc múlva ez a nagy böhöm motor már csak egy ilyen kis valami lesz a végén, nagyon vicces. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk bele. Még mielőtt nagy erőkkel nekilátnánk itt a darabokra aprításnak, szeretnék egy ilyen alapvető sorrendet felállítani. És ez nem olyan sorrend, hogy kötelező minden egyes motort ugyanilyen sorrendbe kell szétszedni, mert ez előírt meg így a jó. Nyilván vannak alapvető dolgok, hogy mit tudom én, mielőtt le akarja venni mondjuk az ember a hengerfejét, ahhoz csomó mindent le kell bontani, de azt, hogy milyen sorrendben bontod le most, hogy az elejét kezded el először leszedni, vagy a tetejét, az igazából teljesen tök mindegy, ez majd ha az ember csinál ilyet, én is, nekem ez a második ilyen VG30-os motorom, amit csinálok, most nyilván valahogy egy CA-nál, egy RB-nél, vagy GZ-nél fejből tudom azt, hogy mit, hogy érdemes, ennél még annyira nem, mert egyet csináltam csak, ami eléggé
szóval nem ilyen komplett állapotban volt, hanem egy ilyen elég gatya sztori volt. Viszont ugye, hogyha az ember csinál ilyet, amikor már a másodikat, harmadikat, negyediket csinálja, akkor tudja jól, hogy ezt le kell vennem ahhoz, hogy ahhoz jól hozzáférjek, meg ilyesmi. Most nekem még ennél nincs így, úgyhogy úgy gondoltam, hogy biztos, amit tuti, azzal fogok kezdeni, hogy itt a tetején ezt a nagy szívó csonk részt lebontom, hogy szépen átlássam a motor tetejét, utána pedig le fogom bontani az elejét, ezt a vízcsőcsonkot, szíjakat, mindenféle dolgokat az elejéről lebontok, burkolatokat, vezérlést, utána kisegítő berendezéseket, klímát, szervót, generátort, utána pedig a tetejét megbontjuk, le kell majd venni szépen a szelepfedeleket, le kell venni a vezérlést, vagy ezt lehet, hogy már mondtam, utána le kell venni a turbókat, a kipufogó csonkokkal együtt, úgyhogy így fogunk majd sorjába halad, még én sem tudom pontosan, hogy 1000%-ig milyen sorrendben, de az biztos, hogy amit szétszedek rajta, azt mindent meg fogok nektek mutatni, úgyhogy most már tényleg vágjunk bele. Na hát le is kaptam a szívósort, megmutatom nektek, hogy így már nem is olyan nagyon barátságtalan ez a motor, így a teteje. Mint ahogy mondtam, hogy valószínűleg volt már csinálva a motor, látszik is, hogy itt ilyen új tömítés van, de hát ugye ebből mindig újat rakunk, mert ugye a szétszedéstel nem nagyon szokta megúszni ez a kis cuccos. De nem is ez a lényeg, hanem látjuk itt már a közös ilyen szívócső, ez egy ilyen közös gyűjtőcső, mert innen megy két oldalra a két hengerfejbe ugye a beáramló levegő, viszont ugye két folytószelep van, ugye a két szívócsőről bemegy itt a levegő, és itt közösíti abban a csőben, amit ott az előbb mutattam. Így néz ki nagyjából ez a kis kis szívócsonk, nem is annyira kicsi, és nézzétek, kerékcsavar vele csavarva. Ja, hát mindegy, vannak mindenhol érdekességek, de az a lényeg, hogy ez itt lent van, ezt majd még szét fogom szedni, leveszem róla a folytószelepeket, itt is mindent majd szépen megnézünk, tömítéseket cserélünk, ugye csavarokat, meg mindent, hogy is majd galvanizálni fogunk, de így néz ki, úgyhogy már rögtön egy kicsit kisebb motorral állunk szembe. Most fogom, lebontom az elejét, utána majd szerintem a két oldalát, meg a hátulját, aztán mehetünk tovább. Na hát, egész gyorsan haladok egyébként a motorral. Itt lepucoltam már az elejét, ahogy az előbb láthattátok. Most már kezd tényleg úgy nézni ki, mint egy
egy normális motor, most már látszik a V-forma, meg látszik maga a motorblokk oldala, meg ilyesmit. Így egyébként ilyen turbo víz, meg olajbetápcsöveknek az tömítésein, ugye ezek ilyen új részkarikák, meg ilyesmi, ezen látszik, hogy valaki tényleg elég mélyre menően foglalkozott vele. Új szerű vízpumpa van benne, meg csomó helyen már nem a gyári bilincsek vannak, meg ilyesmi, úgyhogy tényleg valaki ezt egyszer már lebombázta, meg foglalkozott vele. Itt egyébként gyűjtöm a cuccait, konzolokat, meg szíjakat, meg ilyesmiket, csavarokat is külön szedve úgy, hogy tudjam, hogy mi micsoda, ezek mind majd galvanizálásra fognak menni, hogy így nézzenek ki, mint ezek a csavarok. Ide gyűjtöm a leszedett cuccokat, generátort, szervószivattyút, ott vannak már a downpipe-ok, a váltónak a dolgai, lentkerék, ilyesmi. Úgyhogy a következő az lesz, hogy le fogom bontani mind a két oldalt, a két turbót, ezen az oldalon és ezen az oldalon is, és hogyha ők lent vannak, akkor már tényleg kirajzolódik majd a szép kis motorformánk, utána szerintem itt lebontam a hátuljáról ezeket a sok felesleges kacatokat, utána pedig jöhet majd le az eleje, a vezérlés, ez a vízcsöcsünk, stb. Úgyhogy haladunk szépen. Szóval le is kaptam itt a motor jobb oldalát, leszedtem a turbót, kibontottam itt a víz meg olajcsöveit, valamint leszedtem a leömlőt és a motortartóbakokat, meg mindent, amit szükséges ahhoz, hogy lepucoljuk a motort. Így néz most ki igazából. Egyébként ez a hengerfej, hát én halljak meg, szerintem ez a hengerfej volt már csinálva. Szerintem ez azért ilyen tiszta, mert ez már volt ezzel valami, de mindegy, majd ha szétszedjük, úgy is kiderül. Akik szemfülesek, azok láthatták, hogy ettől a olaj betáp, ugye itt nagy nyomásra itt jön ki a blokkból az olaj, hogy a turbót táplálja, attól nem tudtam túl könnyen leszedni a turbót, mert ez ide bele van rakva. Én itt ezt kiszedem, és ezt meg fogom változtatni, itt bármi is lesz a sorsa, itt így is úgy is ilyen teflonos AN4-es olajkiállással fogunk majd betáplálni a turbóhoz, és akkor meg fog szűnni, itt látszik is, hogy szét van karcolva. Hát ez azért, mert nem tudtam levenni tőle a turbót, el kellett forgatni, és úgyis ilyen bénán jött ki. Úgyhogy ezt fogjuk és ezt megköszöntetjük, de hát egyébként sok ilyen lesz még, ami majd megszűnik, meg átalakul, meg ilyesmi, így a motor jobbá tételének az érdekében. Itt megmutatom közben a turbót. Ez egy felújított, vagy nem is felújított, lehet, hogy akár zsírúj Garrett turbó, úgyhogy a turbóval is volt már foglalkozva, mert szerintem nem rég lehetett ezt csinálva, mert elég újszerűnek tűnik, nem rozsdás, meg nem dzsuvás a turbinaház, kompresszorház is tök tiszta, még a plakett is itt látszik valahol rajta, az is teljesen szép.
látszik a Garrett sorszáma, úgyhogy lehetséges, hogy, vagy hát nem is az, hogy lehetséges, hanem valószínűleg ezek a turbó fognak ugyanúgy visszamenni. De hát most itt még a motor bal oldala vár ránk, ugyanis itt is van egy turbo, itt is van egy leömlő, itt is van minden pontosan ugyanúgy, mint a másik oldalon, úgyhogy zúszuk. Ha szeretnétek támogatni minket, és ezzel részesei lenni a Whiteside Family-nek, akkor nincs más dolgotok, mint az aktuális ajánlatokért és akciókért ellátogatni a webshopra, aminek a linkjét el fogom helyezni a leírásban. Na, ahogy az előbb mondtam, le is kaptam mind a két oldalt a turbót, leömlőstől mindenestől, úgyhogy a motor két oldala le van pucolva teljesen, úgyhogy nem maradt más hátra, két nagyobb fázis van még a hengerfejek lebontásáig, ami pedig nem más, mint itt az első szekciónak a lebontása. Itt először le fogjuk majd venni a főtengelyék szíjtárcsát, utána ezt a két első vízcsőcsonkot, a kast, ezt a gyújtáserősítőt, utána érnek le a burkolatok, a vezérlésnek lesz egy feszítője, azt le kell bontani, leszedjük a szíjat, utána lebontjuk itt még az elején, ami van, görgőket, vízpumpát, stb. Akkor az eleje teljesen ki fog tárolkozni már elénk úgy, hogy az már csak leszerelésre fog várni, és utána pedig a középső szívó csonkot üzemanyaghidastól mindenestől ezt szerintem így egybe ki fogom venni, mert azt majd kint asztalon kell szétszerelnünk, mert el szeretnék mindent tisztítani, pucolni rendesen. És utána már csak a szelepfedeleknek a leszerelése van hátra, ami után a hengerfejcsavarok eltávolítása jön, aztán a hengerfej. Úgyhogy most itt kicsit felgyorsítom az eseményeket, mert itt ezekkel a turbokkal elég sokat elszüttyögtem. Úgyhogy ezt szeretnék most már végre haladni, úgyhogy ledurrantom az elejét, a tetejét, aztán meglátjuk, hogy mit látunk a hengerfejekben. Le is kaptam a motornak az elejét, de még mielőtt leszednénk a vezérlést, helyre rakom, pontosabban jelre állítom a vezérlést, hogy megnézzük, hogy egyáltalán jól volt összerakva, ugyanis egyértelműen látszik itt a komponenseken, meg a komponensek állapotán, a szíj, a görgő, a felső vezető görgő, a vízpumpa, meg minden azt jelzi, hogy ez nem olyan régen volt csinálva, nézzétek milyen csilli-villi új csavarok, még szinte friss ropogós a szíj is, úgyhogy fogjuk és ilyenre állítjuk, ugye ott lent meg is van jelölve, ott van szépen, amennyire a fókusz engedi, látjátok ti is a pontot, ami itt a kis olajpumpán lévő összejelölésnél kell lennie. Ugye ennek itt fent jelen kell lennie, itt hát már is egy fog eltérést látok az egyik kipufogó tengelybe, az egyik szívótengelybe is egy fogeltérés van. Hát lényegében az egész arrébb van egy foggal, nézzétek. Itt kéne annak ott lenni, de itt van. Hát valaki alapos volt, csak pont egy
foggal volt alaposabb. Hát most itt az a kérdés, hogy ez a mindenhol egy fog. Ha szeretnétek támogatni minket, és ezzel részesei lenni a Whiteside Family-nek, akkor nincs más dolgotok, mint az aktuális ajánlatot kérdés akcióként ellátogatni a webshopra, aminek a linkjét el fogom helyezni a leírásban. Itt meg hát lényegében mindenhol egy foggal arrébb van. Most az a kérdés, hogy az az egy fog eltérés tengelyenként el tudott-e verni esetleg bármilyen szelepet, vagy ilyesmi, és ez okozza akkor a kompresszió hiányt. De ez itt semmiképpen se jó, hogyha visszább tekerjük, úgy, ahol kéne lennie, itt mindenhol fönt a vezérmű tengelyeknél így van egy foggal arrébb, így viszont, ha megnézitek, jóval arrébb van, itt kéne lennie, itt is hát egy fog lényegében, úgyhogy ez így gatya. Sajnos nem voltak elég körültekintőek azok, akik csinálták, ugye itt mindenképpen úgy szoktunk vezérlést csinálni, hogy összerakjuk, lehúzzuk, átforgatjuk, visszaellenőrizzük, nem az, hogy rutinból felrakom, mert mindig stimmel, aztán meg úgyis jó lesz, hanem mindig duplán, sőt triplán kell ellenőrizni az ilyet, pont ezek miatt, a dolgok miatt. De minket ez most nem érdekel, fogjuk, lebontam itt a feszítőt, leszedjük a szíjat, és utána már csak a teteje van, és akkor jöhet is le a hengerfej, és meglátjuk, hogy a hengerfejben a szelepeknél, vagy valahol van-e látható jele annak, hogy itt arrébb lett rakva a vezérlés sajnos. Na hát, leszedtem itt a középső gyűjtőszívócsövet, amit ugye mutattam nektek még a felszerelt állapotában. Itt megpróbálok egy kis fókuszt csinálni, mert ez úgy fog látszódni. Itt ha benéztek az 1-es, 2-es, meg itt ezeken az oldalon is a szívócsatornákban, akkor teljesen normális, ilyen kormos részt láttok. Viszont ha oda benézünk, hát, aha, így látszik, akkor ilyen rozsdás lé van ott a szelepeken, ami ugye arra enged következtetni, hogy ott azért volt valami kis vízátfolyás, ugye itt a hengerfélyesség az egy alapvető fennálló kérdőjel volt. Hát én alig várom már, hogy lekapjuk a hengerfejet, hogy belenézzünk ide ebbe a hengerbe, hogy egyáltalán ott mi történt, vagy itt a hengerfejen látunk-e valamit. Úgyhogy már csak a két szelepfedél mindkét oldalon lejön, aztán pedig lekapjuk a hengerfejet.
Na hát, lekerültek a hengerfejek a blokkról, ahogy azt ígértem nektek egy pár perccel ezelőtt. Ahogy levettem a hengerfejeket mind a két oldalon, azonnal megpillantottam a turpisságot mind a két hengersornak a két hátsó hengerében. Itt van egyébként a két leszerelt hengerfej, majd ezt mindjárt megfordítom, átfordítom, hogy látszódjon ott az égéstér felüli oldal. De itt, ami lényeges, először ezt az oldali hengerfejet vettem le, ahogy láthatjátok. Ugye itt az egyes henger teljesen hibátlannak tűnik, a kettes is, majd a hármasba egy nagy adag víz áll bent, és tiszta rozsda a fala, meg itt meg is van húzva, láthatjátok, elég konkrétan szabad szemmel látható a húzása ott a henger falon, úgyhogy itt érzem is kézzel konkrétan, úgyhogy az valószínűleg elég gatya. Viszont, ja, itt látszik is a tömítésen, ezt elfelejtettem megmutatni, hogy ott teljesen átszakadt a tömítés, és itt a tűzkarika már nem fogta meg a vizet igazából, mert hát nem is az a dolga. Itt is már elkezdett elrohadni a tömítés, de itt konkrétan megszűnt létezni. Amúgy nagyon csúnya a felülete is a tömítésnek, ami érdekes, mert ugye így itt a kis tömítő részekből, meg ilyesmikből, meg itt ebből a pasztázásból, meg alapvetően ez nem egy gyári fejtömítés, szóval ezt csinálta már valaki valaha. De ami nagyobb tré, az itt jön ennek a hengersornak a hátsó hengerébe. Itt teljesen, itt látszik, hogy szintén megsemmisült a hengerfejtömítés, és sajnos eláztatta ezt a hátsó hengert, és teljesen berosdásodott itt a víztől, meg mindentől. Úgyhogy ez sajnos itt blokk oldalon is kell majd javításokat végeznünk. Úgyhogy itt meg is nézem, hogyha felfordítom ezt a fejet, akkor itt látszik, itt vannak a hátsó hengers sor. Hát annyira itt ez nem tűnik vészesnek egyébként, inkább a blokk oldal az, ami teljesen megmakkant. Hát igen, itt mondjuk azért látszik, hogy ott nagyon állt a víz, meg minden. Hát ezzel most így hirtelen megdupláztuk a munkát az autóval, meg mindent, úgyhogy bíztam benne, hogy ha levesszük a hengerfejet, akkor hengerfej oldalon lesz a probléma, és a blokk az tud maradni, de sajnos így ebben a formában ezt a motornak az alját is szét kell szednem, és ki kell mérnünk, hogy egyáltalán hogy milyen méreten van ez a henger, hogy még alapméretem van-e, vagy volt-e már furva, vagy ilyesmi. Így ilyen, hát nem nagyon látok hónolás nyomát a hengerfalon, úgyhogy lehetséges, hogy ez még alapméret. Megnézzük, hogy először kell tisztítani egyet a henger, utána meg kimérni, hogy tud-e maradni ezen a méreten egy hónolással, bár én nem hiszem, hogy ezzel a rozsdával, meg azokkal a húzásokkal ezt megúszta, úgyhogy ha úgy kiadja, és a blokknak a paraméterei kiadják majd, akkor ezt egy valószínűleg első túlméretre kell fúrni, ugye ahhoz hozzá kell majd menni dugattyúval, stb. Úgyhogy ez sajnos eléggé megnehezít itt a dolgokat, de hát így titkon számoltam ezzel, meg számítottam rá. De ennyi. Szerintem egyébként most úgyis majd Dáviddal egyeztetek, hogy mi lesz a továbbiakban a teendő a motorral. Most szerintem úgy gondolom, hogy ebben a videóban egyelőre itt ezt be is fejezem, és lezárom a történéseket, mert az aljának majd egy új részt szeretnék szentelni, meg majd, ha kitaláltuk, hogy mi legyen, akkor úgyis tovább megy a sztori. Úgyhogy ennyi, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy élvezhető volt, és tetszett nektek ez a részletesebb, szerelősebb rész. Ha bárkinek bármi kérdése van, akár ezzel a sztorival kapcsolatban, vagy nem fejtettem ki valamit elég részletesen, az nyugodtan kérdezzen rá kommentek között. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, szevasztok!